Ünnepi évet tart a kartali Szent Erzsébet templom alapkőletételének jubileumi évfordulója alkalmából. Vaskó János, az egyházközösség világi elnöke adott némi történelmi áttekintést a templom 150 évéből. 1865. május 31-én történt itt egy olyan momentum, aminek a következményeit, idézőjelbe téve mondom, hogy következményeit most is viseljük, ugyanis egy Petróci László nevű, akkor még Bagi plébános nevéhez köthető az erős gondolat, majd megvalósítás, hogy Kartalnak is legyen önálló temploma. Tudni kell ugyanis, hogy az 1800-es években Kartalnak nem volt sem temploma, sem önálló plébánosa, sem önálló képviselőtestülete, hanem az akkori vagy a mindenkori Bagi plébános látta el az itteni papi feladatokat. Hát ami elég érdekes, mert Kartal azért akkor is egy viszonylag nagy település volt. Ő azért elkötelezett híve volt annak, hogy ennek a nagy településnek is legyen önálló temploma, és meg kell említeni, hogy azért hogy egy templom építés azért nem két fillér, és ez döntően az ő adományaiból, birtokai jövedelméből jött össze. 1869-től ő már itt önállóan, mint kartali plébános szolgált, egészen 1880-ig, és ő 1881-ben már díszpolgára volt Vác városának is, akkor ő már 81-ben kanonok is volt, de az ő neve nyilván ott a váci témákban is azért működött, mert ott is az adományaival segítette itt az egyházi életet. Az egyházközösség egész évben szervez programokat a 150 éves megemlékezés jegyében. Ez az egész ötlet azért tokkal vonóval meg kell említenem, hogy a jelenlegi plébánosunk Tamás József atyának az ötlete, vagy az elég erős elhatározása volt. Elég sok műsorunk, rendezvényünk volt, van, lesz így is, de így az évfordulóra mindenféleképpen szeretnénk méltó rendezvényekkel, meg egyéb témákkal is készülni. Milyen rendezvényekre gondolok? Végül is, amik már eddig is megtörténtek, én ennek tudom be az ipolytölgyesi, így kell mondjam, sérült gyermekeknek az itteni templomi előadását, ami azért nagyon megható volt, mert azért elég sokat panaszkodunk itt az életben, de hogyha valaki megnézte volna ezeket a gyerekeket, akkor rájött volna, hogy az ő gondjai azért nagyságrendekkel eltörpülnek az ő gondjaik mellett. Én ennek a rendezvény sorozatnak a részeként tudom be Csókai András, agysebész, professzor, így tudom, hogy professzornak az előadását is itt az itteni kartali templomban, vagy hát ami nem semmi, azért a múlt vasárnap Majnek Antal püspök úr misézett nálunk Kartalon. Róla tudni kell ugye, hogy a kárpátaljai püspöki kerület konkrétan Munkács püspöke, és hát az is egy nagyon megható rendezvénynek számít, vagy tűnik. Friss téma az, hogy ennek a rendezvény sorozatnak a része a környék templomi kórusainak a találkozója is. Azért az egy nagyon kemény és nagyon ütős, mikor egy 100-120 fős kórus együtt énekel. Kis hibákkal, nem nagy hibákkal, de nagy elkötelezettséggel. Mindig úgy szoktam mondani, hogy lehet, hogy nem tudunk énekelni, de szeretni azt nagyon, nagyon szeretünk. Ami körvonalazódik, és ami úgy látszik, hogy meg is fog valósulni, az a legközelebbi időszakban egy művészettörténeti előadás lesz, amit Prokop Mária művészettörténész fog ilyen diavetítéses témában előadni Szent Erzsébetről itt a templomban. Ami május hónapban következő program, az a Gável testvéreknek az előadása, zenei programja.
illetve ami már szintén biztosnak látszik, egy esti koncert, ami a Szolnoki Szimfonikus Zenekar koncertje lesz majd a kartali Szent Erzsébet kertben. Terveinkben szerepel még, hogy a programokról kell, vagy hogy erről szót ejtsünk, a kartali születésű papoknak egy közös miséje, mert hál' Istennek élnek még többen is, akik Kartalról származtak, és kartali papoknak titulálhatjuk őket, de a terveink között szerepel egy olyan is ezentúl, akik valamikor is Kartalon szolgáltak papként, vagy együtt, vagy külön-külön, de ezt mindenféleképpen szeretnénk. Ami talán egy kicsit távolabb ide, de mindenféleképpen meg kellene, hogy valósuljon az, hogy minél többet tudjunk a településünkről, nevesül a templomunkról is, tehát szerepel a terveinkben az, hogy félig meddig tudjuk is, hogy van a lakosságnál, az embereknél olyan képállomány, olyan leírt irodalom, ami a templomról vagy a község korábbi egyházi életéről szól, vagy ahhoz kötődik. Még tovább megyek ezzel kapcsolatban, talán jobban is eladható, meg jobban köthető is a figyelem a fiatalok részéről is, vagy bárki részéről is. Ilyen egyszerű dolgot is szeretnénk megvalósítani, hogy ki tud többet a kartali templomról, ehhez vetélkedőben gondolkodunk, ehhez természetesen minden irodalmat meg egyebet megadunk, mert nem az a cél, hogy egy nagyon erős kutatómunkával lehessen ehhez hozzájutni, hanem inkább a forrásanyagokat közzétesszük, és ezzel kapcsolatban ugye minden segítséget megadunk, meg ilyen kis nyeremények is lehetnek, tehát a képben ez is benne van. Az ünnepi évre tervezi az egyházközösség a templom toronyóra újjáépítését is. Az óra történetéről és a felújítás megvalósításáról mesélt nekünk László Mihály. Kartalói templom, Szent Erzsébet templom toronyórája újbóli megépítése gondolata a második József atya fejében pattant ki, tulajdonképpen már Lukács József atya is tervezte, hogy a templomban újra fölépítjük, vagy megépítetjük a toronyórát. Ez Petróci László első plébánosunk építette bécsi órásmester kivitelezésében. Tudni kell esetleg még azt is, hogy ez egy önálló szabadalommal rendelkező óra szerkezet volt, amit még Petróci László plébánosunk még szabadalmi jogot is fizetett azért, hogy ez az óra ide beépítésre kerüljön. És ez az óra szerkezet működött 1945-ig, még a világháborúban a tornyot le nem bombázták. A tornyot használták oroszok, németek taktikai szempontból, tehát az ellenség megfigyelésére, vagy az ellenfél megfigyelésére. Először a németek, a toronyban egy védőkorláttal körbevett sétáló egység működött, amit tulajdonképpen tűzvédelmi szempontból alakítottak ki, mert az akkori idő szaknak megfelelően, hogy se órák, sem tűzjelző, meg tűzoltóság csak önkéntes alapú működött, ezért minden nyáron aratás idejében önkéntesek vállalták a toronyban a tűzvédelmi ellátást tulajdonképpen. És mivel a háború alatt, tehát a németek visszavonulásakor ez lerobbantásra került a templomtorony, ennek a felépítése, vagy újjáépítése a következő plébános feladata volt. Ha jól emlékszem, Csomor Sándor nevezetű plébános, aki hatalmas munkát végzett a templom körül, akinek ugyan nem volt lehetősége már toronyórát újraépíteni, mert anyagiak és különböző problémák miatt, egészségi állapota is, különböző szakmai dolgok miatt, de most arra megérett a gondolat és a tudat, a faluban is megörösödött, hogy újra fölépítjük ezt az órát. Egy méteres átmérőjű lesz körülbelül a számlapja, negyed óránként fog ütni 1, 2, 3, illetve az egész órát fogja ütni az óra, és 4 oldalon lesz elhelyezve, tehát a templom mind 4 oldalára vagy tornyára
mindnégy oldalára lesz elhelyezve a szerkezet. 2006-ban született meg a Szent Erzsébet Park megvalósításának a gondolata, ami példamutató összefogással és áldozatos munkával készült el. Apránként raktuk össze, hogy mi lenne jó, hogy kellene csinálni, ott van az az üres terület, hogy tudnánk hasznosítani, és úgy gondoltuk, hogy országot járva több helyen láttuk, divatba jöttek ezek a nagy faszobrok, mindenhol tereken kirakva, és úgy gondoltuk, hogy valamit ki kellene oda találnunk nekünk, egy kartalhoz méltó valami szép teret. És kezdtük szépen fejbe itt a kis csapatunkkal összerakni, hogy mi lenne oda jó. És a hely adottságaihoz képest átgondolva, hát jó lenne mondjuk a Árpád-házi magyar szentek szobrait megfaragtatni, be kellene vinni a stációt, a 14 állomást, és tudjuk azt, hogy az úrnapi körmeneteknél mindig házaknál volt a sátor felállítva, és általában ezek a sátrak már idősebb embereknél volt, és elég gondot jelentett. És úgy gondoltuk, hogy a telek adottságából kifolyólag kezdtük összerakni, hogy 4 sarokba be lehetne rakni a sátrat, körbe a 14 stációt, középre megcsinálni a 6 szobor, úgymond 5, végül is 5 magyar Árpád-házi magyar szent, és a 6-nak meg ki legyen, hát akkor még ugyan nem volt szent, most már szenté avatott II. János Pál szobra beállítva, az a 6. Lecsinálva egy szép nagy szabadtéri oltár, és ez elkészült 2008 környékén. Ez egy rövid időszak, egy szeptembertől november 19-ig, a búcsúig 70%-os készültségben volt. De a telek végében mindenféleképpen szerettünk volna egy kápolnát. És azt a következő évben tudtunk megvalósítani, fölépült egy magyarok nagyasszonya kápolna, amiben a szobrot a Lukács József atya ajánlotta fel. Nagyon komoly adakozások voltak fuvarozók részéről, tüzép részéről, szomszédba fenyőfákat neveltek, kaptunk onnan is 50 darabot, ezek beültetve, adományok, és nagyon szépen fölépült ez a kert, és próbálunk kivinni olyan időszakokban a programokat, ami állandó, például az első péntekek ott vannak végezve, trianoni megemlékezés, koncertek, szabadtéri misék. Hát próbáljuk megtölteni a teret élettel, mert attól, hogy szép, attól még nem működik. És úgy gondolom, hogy most is a megalakult karitás csoportunk nagyon szépen kiveszi a részét belőle a gondozásba, és ajánlom figyelmébe mindenkinek a kertet, mert a látványosságnak is gyönyörű, de mint szakrális hely is tényleg ez nagyon szép, és ezt ajánlom mindenkinek. Ma Kartalon mindenki szentségi áldásban részesült. Bármely utca, bármely házában, bármely szintjén annak a háznak él. Olyan ez egy kicsit, mint mikor Kocsis Fülöp, görögkatolikus püspökatya szentelt vízzé tette a Dunát. Akarva, akaratlanul, ma a Duna mellett sétálók szentelt víz mellett sétálnak. A halacskák szentelt vízben úszkálnak. Így megszentelve járhatja életének hátralévő útját itt Kartalon is mindenki, mert innen a templom melletti Szent Erzsébet kertből áldást kapott a szentségi Jézus által.